A Vasas Szakszervezeti Szövetség tájékoztatása szerint óriási a fluktuáció a gyári dolgozók körében. Az új belépők mintegy fele fél év után ott is hagyja a céget, a feldolgozóiparban pedig mintegy 30%-os a cserélődése a munkaerőnek. Nyilvánvalóan ennek több oka is lehet. Egyrészt az, hogy hiába mondják, hogy infláció követő a béremelés, ez egyrészt hellyel közel igaz, másrészt a korábbi fizetések, amelyeket aztán megemeltek, azok már messze nem voltak elégségesek. De vannak további okok is, a körülményeket is érdemes megnézni. Az óriási létszám hiány miatt nagyon leterheltek a gyári dolgozók, gyakorlatilag alig van pihenőidejük, több ember munkáját kell ellátni, és egy olyan rossz gyakorlat alakult ki sok helyen, hogy nem engedik el őket szabadságra, illetve táppénzcsalónak állítják be őket, hogyha lebetegednek és elmennek betegszabadságra. Továbbá tudni kell azt is, hogy a gyárakban, a termelőiparban van egyfajta úgynevezett jutalmazási rendszer, amely jelenléthez kötött. Tehát azt jelenti, hogy nem érdemes és nem ildomos betegnek lenni, ugyanis akkor ez a pénz nem jár. És nem kevés pénzről beszélünk, mert hogyha egy gyári dolgozó éves jövedelmét vesszük alapul, akkor kiteszi ez akár a 10-40%-át is, ha úgy tetszik, a fizetésének, mert nyilvánvalóan ezek juttatások, de hát belekalkulálják a fizetésükbe, hogyha ezeket nem kapják meg, akkor gyakorlatilag semmit nem ér a fizetésük. És hogyha veszünk egy olyan példát, hogy egy gyári dolgozónak el kell mennie egy kisebb fajta műtétre, vagy komolyabb orvosi kezelésre, amely ráadásul következhet a munkakörülményeiből, és nem jár neki ez a pénz, az éves bevételének, még egyszer mondom, legalább 30-40%-a, nos a kép akkor rendkívül tiszta, ez rendkívül igazságtalan. Nem véletlen, hogy a szakszervezetik is ezt az álláspontot fogalmazták meg, hogy újra kellene gondolni ezt a jutalmazási rendszert, és a Mi Hazánk mozgalom is azt szorgalmazza, hogy a szakszervezetek és az illetékes cégek vezetői üljenek össze és gondolják át, hogy hogyan lehetne ezt igazságosabbá tenni. Hangsúlyozom, nyilván nem a táppénzcsalást, nem a munkakerülést akarjuk ezzel támogatni, ezeket ki kell szűrni, de belátható, hogy a jelenlegi körülmények között szükség van arra, hogy ezt újra gondoljuk. És még egy gondolat így a végére, az elégedetlen munkavállalók gyakran megkapják azt főnökeiktől, hogy nyugodtan el lehet menni ettől a cégtől, jön majd helyetted a mongol, az indiai, a filippino. Na ezt a gyakorlatot viszont a Mi Hazánk mozgalom nagyon ellenzi, és mindent meg fog annak tenni érdekében, hogy ezt felszámolja, mert nem vendégmunkásokat kell idehozni, hanem a magyar dolgozókat kell megbecsülni.